Tisztelt emlékezők! Hazánk felszabadulásának 71. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a megemlékezésen megjelent valamennyi résztvevőt, külön tisztelettel köszöntöm dr. Türmer Gyula elvtársat, a Magyar Munkáspárt elnökét, tisztelettel köszöntöm az Oroszországi Föderáció Budapesti Nagykövetségének jelenlévő képviselőit, köszöntöm a Belarus Köztársaság Budapesti Nagykövetségének jelenlévő képviselőit. Tisztelt emlékezők! Minden év április 4-én eljövünk ide a szovjet hősök emlékművéhez, hogy lelőjük hálánkat és kegyeletünket azért, hogy 1945. április 4-én Magyarország területéről kiűzték a fasista náci hadsereget. A romba döntött országban a magyar nép, a magyar dolgozó emberek új életet kezdtek. Ennek feltételét a dicsőséges szovjet hadsereg teremtette meg. Erre emlékezünk, ezért jöttünk ide, és ezért róljuk le a kegyeletünket. Megemlékezésünk első részében kérem, hallgassuk meg a himnuszt. Tisztelt emlékezők, kedves elvtársak! Kérem, hallgassuk meg Fehérvári Zsolt előadásában Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kis ország, messzelingó gyermekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyenge ága, s remélem, testem is majd e földbe süppen el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, világát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki géppel száll fölé, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat,
s vadlak tanyát. De nékem szöcskét, ökröd, tornyod, szelit tanyát. Az gyárat látod látcsőn, és szántóföldeket, míg én dolgozót, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki csendesen sírogat. Fi földről pusztítandó gyár vagy üzem, az bakterház és bakter előtte üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarán komondor hempereg, s ott a park. A régi szerelmek lábnyoma, a csók íze, számban van, mi megy méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, egy kőre léptem én, s hogy aznap ne feleljek én, s emitte kő, de föntőle kő sem látható, nincs műszer, melyel ez megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mi, hol, s miképp. De élnek dolgozók itt, s költők büntelen, és csetszopók, akiben megnő az értelem. Világ belül bennük őrzik sötét pincébe bújva, míg jelent ír hazánkra újra a béke ujja. S folytott szavunkra majd visszaszól, ők felelnek, nagy szárnyadat bonts ránk, virasztó éji felleg. Megköszönöm Fehérvári Zsugat előadását, bejelentem, hogy ünnepi megemlékezést Benyovszky Gábor, a Magyar Munkáspárt Központi Bizottságának tagja mond. Kedves barátaim, elvtársaim, meghívott vendégeink! A magyar nép számára, a munkáspárt tagjai és szimpatizánsaink számára, akik itt most velünk, erre a dátumra eljöttek, a budapesti szabadságtéren, a szovjet hősi emlékmű előtt, homlokzatán a felirattal, dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek, a mai nap neve felszabadulás. Ezt a dátumot, április 4-ét, már 1945. április 23-án felszabadulás ünneppé nyilvánította az ideiglenes nemzeti kormány. Mert hazánk valóban akkor felszabadult. Egy diktatórikus, valódi fehér terrorra megalapított, vidéki Endrődön a Tomekbe sortüzet lövő, a szomszédos Szlovákiával kisebb háborúba sodródó, és végül a nyilas hungarista fasisztáknak országunkat átjátszó hortista rendszer igája alól. A Tolbuhin és Marinovszkij marsallok vezette szovjet csapatok véget vetettek a nyilas diktatúrának, a német megszállásnak, a háború borzalmainak. Ezt a felszabadulást a megsebzett Szovjetunió népeinek áldozata hozza el számunkra. Az orosz, a belarusz katonák ezrei adták életünket a mi szabadságunkért, és milliói a világ felszabadításáért, a győzelemért. Rettenetes ez az áldozat a fasizmus legyőzése érdekében. A mögöttünk álló emlékmű mindezen hősöknek állít emléket. De ne csak emlékezzünk, hanem gondolkodjunk is. A 71 éve megtörténtekre emlékeztető emlékmű a mához is szól. Ezt tudnunk kell nekünk is, és tudják az ellenfeleink is, akik nem szűnnek meg támadni ennek az emlékműnek még a létét is. Nem véletlenül áll szélsőséges támadások célpontjában. A mai napon kell beszélnünk arról, hogy Magyarország a II. Világháborút lezáró, párizsi békeszerződésben vállalt minden feladatát teljesítette-e. Az 1947. évi 18. törvény második bekezdése úgy szól, hogy Magyarország, amely a fegyverszüneti egyezmény értelmében intézkedett a magyar területen minden fasiszta jellegű politikai, katonai színezetű szervezetek,
amelyek az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát, illetve ideértve revizionista propagandát fejtenek ki, a jövőben nem engedi meg ezek szervezetek fennállását és működését. Kell-e tovább magyarázni ezeket a szavakat? Egy alkalommal megkérdezték a Magyar Rádió egy bölcs munkatársát, hogy miért ilyen rövid ez a fejezet, hiszen mostanában többen megpróbálnak kibújni e szöveg jelentése alól. Részletesebben kell-e magyarázgatni, mit is tilt a bekezdés tulajdonképpen? A válasz így hangzott. Közvetlenül a háború után senkinek sem kellett bővebben leírni, hogy mi a fasizmus. Azt mindenki tudta. Vajon ma, 2016-ban, tudja-e mindenki? Betartjuk-e ezt a rövid törvényi bekezdést? Nem tartjuk be, mert lehetőség van nyíltan fasiszta eszméket hirdetni, mert évről évre visszatérően Európában talán egyedüliként nyíltan lehetőség van a hitlerista harmadik birodalom jelképekkel és személyek dicsőítésével felvonulásokat tartani a mai tőkés kapitalista Magyarországon. A mögöttünk álló 71 évvel ezelőtt történt felszabadulásunkra emlékeztető hősi emlékmű még több mai eseményre is felhívja a figyelmünket, de ezek közül emeljük ki a legfontosabbat, a háborúk kérdését. Hiszen ez az obeliszk egy olyan mű, amely mindenkit a sok-sok millió háborús áldozatra kell, hogy emlékeztessen, és erről ma beszélgetni nem felesleges. A háborúk itt vannak már a határainkon, és csak vegyük elő két aktuális témát. A szomszédos, velünk határos Ukrajnában, a keleti tartományban 2,1 millió ember él, akik nem akarnak Poroshenko nacionalista, fasiszta rendszerében élni. Az ukrán kormány a dolgozó tömegeket, a baloldali gondolkodású embereket akarja megfosztani attól, hogy beleszólhassanak Ukrajna sorsának eldöntésébe. Hatalomra jutottak a szélsőjobboldali nacionalista, fasiszta szervezetek segítségével, amelyek büntetlenül terrorizálnak, miközben a magyar kormány, az USA és az EU háttér támogatásával, miközben a kommunista baloldali erőket kitiltják a választásokról. Háborús tűzfészket kreálnak, nem veszik tudomásul az ott élő népek akaratát. A munkáspárt kéri a magyar kormányt, ne engedje, hogy Ukrajna megsértse az Európai Unióban általános elfogadott normákat, lépjen fel a demokrácia alapvető szabálynak betartásáért. De láthatjuk azt is, hogy a Közel-Kelet sem a távoli világ végén van. Ezek a háborúk, ezen belül Szíria állam elleni háború hatása is itt vannak a mi közvetlen határainkon. Magyarország, az EU, az USA és a NATO együttesen támogatósukkal kirobbantották a felkelést a törvényes szír kormány ellen, és mára, amikor a terroristák már nem csak az EU nem is oly távoli városai támadják, hanem közvetlen fenyegetést jelentenek Magyarországon is, akkor a magyar kormány, az EU, az USA és a NATO még mindig nem akarja a sok pusztulást okozó és az európai menekült hullámot is előidéző háborút befejezni. Az USA Szíriát akarja amerikai gyarmattá tenni, de Szíria népe kiáll Bashar al-Assad elnök mellett, saját útját akarja járni, és az elnökben látja ennek biztosítását. A békét azt szolgálná, ha Magyarország, az EU, USA és a NATO együttesen venné az Assad kormányt tudomásul, és azonnal befejeznék a háborút. Ebben az esetben a menekültek sem jönnének többé Magyarországra. A magyar kormány ismét a rossz oldalon áll. A magyar kormánynak helyre kell állítani a diplomáciai kapcsolatot Szíriával. Kedves barátaim, láthatjuk, hogy a múlt és a jelen hogyan fonódik egybe az itt álló emlékmű előtt. Bízzunk abban, hogy a hősök áldozatai nem voltak hiába valók.
adózzunk tiszteletünk jelén a hősök emléke előtt egy őszinte főhajtással. Mindannyiunk nevében megköszönöm Benyovszky Gábor emlékező szavait, felidézte a jelen történelmi problémáit. Úgy gondoljuk, amikor a felszabadulásunk 71. évfordulójára emlékezünk, a mai nappal is, a mai napok eseményeivel is kell foglalkoznunk, és meg kell tennünk mindent azért, hogy béke, boldogság és nyugodt élet legyen a Földön. Tisztelt emlékezők! Megemlékezésünk következő részében a dicsőséges felszabadító szovjet hadsereg emlékműjének talapzatán a koszorúk, a hála virágai kerülnek elhelyezésre. Megkérem, hogy a Magyar Munkáspárt koszorúját dr. Türmer Gyula, a párt elnöke, Bencsik Mihály, a Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezetünk elnöke, és Benyovszky Gábor, Magyar Munkáspárt Központi Bizottságának tagja helyezzék el. Az Oroszországi Föderáció Budapesti Nagykövetsége nevében Igor Szevasztyánov úr főtanácsos helyezi el a hála és a kegyelet koszorúját. Belarus Köztársaság Budapesti Nagykövetsége nevében Andrej Avramenko úr tanácsos helyezi el a megemlékezés koszorúját.
Svetlana Arhipova urasszony az Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériumának Katonai Emlékbizottságának munkatársa helyezi el a megemlékezés virágát. Tisztelt emlékezők! Megkérem, hogy hazánk felszabadulásának 71. évfordulója alkalmából a dicsőséges felszabadító szovjet hadsereg emlékművén helyezzük el a megemlékezés és a hála virágait. Tisztelt emlékezők, kedves élettársak! Úgy gondolom, hogy hazánk felszabadulásának 71. évfordulójáról megfelelő módon és kellő tisztelettel leróltuk kegyeletünket a dicsőséges felszabadító szovjet hadsereg emlékművére. Köszönöm a virágot elhelyezőknek, a koszorúkat elhelyezőknek és mindazokat, akik emlékezésünket megtisztelték. Megemlékezésünk befejező részeként kérem, énekeljük el az Internacionálét.
tisztelt emlékezők, megköszönöm szíves részvételeteket. Úgy gondolom, méltó módon dicsőséggel emlékeztünk erre a történelmi napja emlékét és háláját megőrizzük. Köszönöm a részvételt, mindenkinek szép napot kívánok. Köszönöm szépen.